Kedves nézőink, az Ajka Krista Ese labdarúgó csapata a 6. helyen végzett a megyei első osztályú bajnokságban. A következőkben erről, valamint egyéb aktualitásokról láthatnak egy stúdió beszélgetést. Jó estét kívánok, futballról beszélünk, az Ajka Kristály színeiben vagytok, Sipos Tamás edző és Geri Gyula szakosztályvezető. Jó estét. Szerusztok. Új hangulat van a pályán, a meccsen, a kispadon. Miben más ez, mint eddig volt a Kristály futball történelmében? Hát én azt gondolom, hogy nagyon nem más a Kristály futball történelme, hála Isten, ez mindig megvolt, ez az eklektikus öröm, vagy éppen bánat. Nyilván egy olyan szituációban voltunk, 2 évre nyúlnék vissza, 2 évvel ezelőtt a felnőtt csapat úgy döntött, hogy máshol folytatja a pályafutását, és teljesen a nulláról újra kellett építeni a csapatot. Ennek a csapatépítésnek egy közbűnső állomásán vagyunk most, és hát ezt lehet talán tapasztalni most kint a pályán. Azért teljesen nulláról nem kellett talán, hiszen az utánpótlásból volt egy mag, akivel meg tudtatok indulni. Hát szerencsére részben ez volt az egyik fő célunk amúgy is az építkezéssel, hogy a tehetségeket, akik nálunk nevelkedtek, be tudjuk építeni, vagy itt a városban nevelkedtek, be tudjuk építeni. Volt 8 olyan ifista játékosunk, akikkel el tudtunk indulni, és természetesen még 8 játékost igazoltunk is hozzájuk 2 évvel ezelőtt, és ebből még ma is itt játszik 3, akiket igazoltunk. A legutolsó fordulóval kell, hogy átkanyarodjunk az új edző személyére. 2 dologról kell mindenképpen beszélnünk. Az utolsó forduló döntetlenségéről, hogy elégedett vagy-e azzal, vagy sem. A csapaton úgy látszik, hogy sikerült rendbe rakni őket. Igen, ugye én ezt nem éreztem még át annyira, ezt a Debrecen-Ajka Kristály derbit, ugye nem fociztam itt, nem is voltam edző még itt az Ajkában, de ugye egész évben erről volt szó, tehát majdnem minden héten azért szóba került ez a fontos meccs itt a végén. Én azt mondom, hogy addigra, amire ide kerültünk ehhez a mérkőzéshez, a csapat már összeállt, jó hangulat volt, és sikerek is voltak egész odáig, úgyhogy mindenképpen győzni szerettünk volna, és azt mondom, hogy meg is tett mindent a csapat ezért, hogy győzzünk. Sajnálom, hát egy x sikeredett. Én a pozitívumokat látom mindig mindenbe, és azt is próbálom erősíteni a csapatban, talán ezért sikerült az év úgy, hogy igazából ebben a fél évben 3 vereségünk van csak, abból egy a bajnoktól, úgyhogy mivel próbálok pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, persze a hibákat mindig kijavítjuk, de a pozitív hozzáállás úgy érzem a csapatra is átmegy, és próbálnak velem együtt győzelemre törekedni minden meccs. Van egy építkezés úgy a csapat, mint a szakosztály életében, amiről a Gyula is beszélt. Te mérkőzésről mérkőzésre tűzöl ki célokat, vagy annak nagy célok, amit aztán kisebb részcélokra hát volt? Természetesen nagy vannak távolabbi célok, nagy célok is, és ugye meccsről meccsre is kell haladni. Tehát úgy lehet elérni nagyobb célokat, ha először minden egyes lépcsőfokot megmásszuk. Úgyhogy természetesen minden mérkőzésre fel kell készülni, sőt minden edzésre úgy készülök, hogy a hétvégi meccsre tudjam felkészíteni a csapatot, és hogy minél sikeresebbek legyünk. Milyen érzésekkel kerültél Ajkára erről a Kristály-Debrecen meccsről, hogyha ha nagyon széles párhuzamot szeretnék vonni, akkor a régiek, az ajkaiak az Alubányászt említik, ami országos szinten egy Fradi Dózsának felel meg. Igen. Mennyit tudtál a kisvárosról vagy a csapatról, mielőtt ide kerültél? Hát ugye, mivel azért itt a megyében forogtam eddig is, vagy játékosként, vagy az utóbbi időben edzőként, azért többször megfordultam már itt a Kristály pályán, meg ugye több meccset is játszottunk. Képbe voltam azért az Ajka Kristállyal. Hát erről a derbiről mondom, annyira nem voltam. Nem biztos, hogy ez baj egyébként. Igen, igen. Azt viszont láttam, hogy azért a játékosokban ez tényleg így van, mintha egy Fradi Újpest lenne, tehát úgy készültek. Mi a következő lépés, Gyula? Tehát említetted az építkezést, vannak itt azért globálisabb tervek is, amiről ha beszélnél, megköszönném. Hát a kicsit visszakanyarodnék oda, hogy nagyon fontosnak gondoljuk mindketten is az egész szakosztály és az egyesület az utánpótlás nevelést. Így az idei évben mi
az utánpótlás korú csapatainkkal, hát ott is rendet vágtunk azért, amennyire lehetett az elmúlt időszakban. Négy bajnokságba indultunk el, négy csapatot indítottunk, ebből három érmes lett a megyei bajnokságban. Az U14-esek, ők két bajnokságba is indultak, mind a két bajnokságba egyikbe egy ezüst, egyikbe egy bronzérmet értek el. Az U17-eseink, akik azért már egy kicsit komolyabban futballoztak, komolyabb csapatok ellen, ők pedig ezüstérmesek lettek a megyei bajnokságba. És itt volt egy játékosunk, vagy van egy játékosunk, meg is kell említsem Vastag Rolandot, aki 62 gólt rúgott ebbe a bajnokságba, és hát én megnézegettem az országba, összesen 13 játékos van ma Magyarországon, az ország, mindenféle országos bajnokságban még 60 gólnál többet tudtak rúgni egy bajnokságban, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy büszkeségünk. De előrelépett a U19-es, vagy U21-es csapatunk is, ők a 9. helyen végeztek, és hát nagy örömünkre ugye a felnőtt csapat is a 6. helyre be tudott futni a bajnokság végére. Kifejezetten jó mérleggel így a felnőtt csapat, hisz 24 mérkőzésen, a 30-ban 24 mérkőzésen úgy tudtak lejönni a pályáról, hogy nem vesztettek, hanem 13 döntetlen és 11 győzelem volt, és csupán 6 vereséget szenvedtünk az egész bajnokság alatt, ami a harmadik legkevesebb volt az idei szezonban. Mit lehet kitűzni akkor? Egy helyezést szeretnétek javítani az idei 6-on, vagy azért szeretnétek jövőre már dobogósak lenni? Ne, merjünk hát, nagyot álmodni. Ha mondhatom, persze. Mindenképpen, ugye amikor leültünk beszélni januárban, amikor ide készültem, akkor ugye lépcsőzetesen próbáltunk előre menni, nem akarjuk egyből megváltani a világot, hanem fokozatosan szeretnénk fejlődni. Ez volt a cél, amit el is értünk ebbe az évben. A következő évben nem titok, hogy szeretnénk még előrébb kerülni, és természetesen egy dobogós helyezés a cél, és erre törekszünk, hogy valahogy sikerüljön ezt megszerezni. Óhatatlanul felmerül a kérdés az eligazolások, átigazolások terén. Mire számítatok? Ha megjelennek a játékosaitok, hogy minket hívott A vagy B csapat, akkor az már azt gondolom egy pozitív kritikája a munkátoknak. Vagytok-e hasonló pozícióban, hogy ti is az élbolyból tudtok visszacsábítani, vagy olyan fiatal tehetséget átcsábítani, aki erősíti a kristály csapatát? Én úgy gondolom, vagy úgy látom, sőt, mind a ketten úgy látjuk, szerintem erről beszéltünk is, hogy most itt az utóbbi időszakban azért olyan eredményeket értünk el, hogy a kristály az nem egy olyan csapat, ahonnan el szeretnének menni, hanem inkább jönni szeretnének hozzánk. Úgyhogy attól nem igazán tartunk, hogy valaki elmenne. Az, hogy ki fog jönni, az meg még egyelőre jövő zenéje, tehát erről még nincs. Annyit még titokzatoskodhatunk, hogy folynak-e már tárgyalások? Tehát vannak-e konkrét nevek, akikkel már üldögéltek, beszélgettek, egyeztettek? Hogyne. Erre a kérdésre, hogy visszatérve, természetesen vannak, viszont óriási változás ez így megélni ezt az elmúlt két évet, hogy én 35 játékossal ültem le, amikor elment innen a felnőtt csapat, és ebből 7-et tudtam ideigazolni, hogy egyáltalán el tudjunk indulni a bajnokságban. Ez a szám folyamatosan csökkent, odáig jutottunk, hogy ma már tulajdonképpen azt gondolom, hogy van egy 6-7 játékos a fejünkbe, akiket vagy ők kerestek bennünk, vagy mi kerestük őket, ez kb. Fele-fele arány, és ebből meg is fogjuk oldani a keretnek az erősítését valószínűleg. Mi történik az utánpótlással ott is, ha ilyen eredmények vannak, akkor ezt előbb-utóbb nem csak te fogod látni, valószínűleg másnak is feltűnik, hogyha ilyen gólátlagú játékosaitok vannak, őket nem fenyegeti-e a szó mindkét értelmében az a veszély, hogy elcsábulnak más utánpótlás csapatokhoz. Erőse ez a csapat annyira anyagilag, szellemileg, helyi támogatottságban, hogy meg tudja tartani őket? Helyi támogatottságban igen, anyagilag nem, nyilván ez természetesen így van. Nem baj, hogyha a gyerekek máshol próbálják ki magukat és folytatják a pályafutásukat. Az elmúlt időszakban, tavaly évben 4 játékost adtunk az FC Ajka utánpótlás csapataiba, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ők meg is állták a helyüket, és ott bent vannak a kezdő csapatba, és ők a kiemelt bajnokságba szerepelnek. Ez volna a normális cél? Tehát egy megye egyes csapatnak ez lehet a célja. Hisz abba hiszek, hogyha nálunk nevelkedik egy kisfiú, elmegy a tőlünk egy magasabb osztályba játszani, ott két útja van. Vagy lép tovább, és folytatja a pályafutását felnőttként is abban a csapatban, vagy egy magasabb osztályban máshol, vagy reményeink szerint, mivel itt kapta a nevelést, jól érezte magát,
felnőtt korában visszatér ide. És nekünk egy megerősödött, jó képzést kapó, magasabb színvonalú bajnokságban játszó futballistát kapunk vissza. Enélkül azt gondolom, hogy hát hosszú távon nagyon-nagyon nehéz lenne nekünk működni. Látszik-e valaki új tehetség az utánpótlásból, aki egy éven belül, vagy akár későbbi időben, 2-3 éven belül fölkerülhet a nagy csapatba? Igen, igen. Pont akit a Gyula is említett, Vastag Roland, nagyon ügyes srác. Valószínűleg, hogy a felkészülés alatt föl is hívjuk, hogy nálunk edzen, és ugye ki is fogjuk próbálni majd a felkészülési meccseken. Persze még fiatal, de azt mondom, hogy őt mindenképpen. Mennyi lesz a nyári szünet? Adsz kis időt a fiúknak pihenni, vagy persze, elég szűkös lesz? Lesz most egy pár hét pihenő, de július elején, 9-10-e környékén még nem néztem meg, hogy pontosan mikor, de el kell kezdenünk. Egy 5-7-es felkészülés kell azért a következő bajnokságra. Hogy fogod kezdeni az augusztust? 1-3-ig, ha mondanod kell, már pedig gondolom, hogy aki kényszeríti belőled, hogy mondj egy számot, hogy melyik fog átadni. Természetesen, mivel sportember vagyok, első helyre megyünk. Aztán, hogy ebből mi sikerül, az arra törekszünk, hogy elsők legyünk. Azért megyünk ki a pályára. Mit tud ehhez hozzátenni az Egyesület? Elég nagy beruházások folynak ott most. Ez gondolom nem akadályozza a csapat felkészülését. Nem, a csapat felkészülését nem. Befejezzük az épületet most. Talán ezen a héten, hogy a jövő héten belülről kész vagyunk, most már a külső szigetelést rakják fel a szakemberek. Elkészült a villanyvilágítás, így ősztől teljesen edzés alkalmas pályát tudunk biztosítani, este 7 óra, 8 órakor is sötétedés után is. Megérkeztek a pályakarbantartó eszközök, az eredményjelző. De azt gondolom, hogy a megye egyes szintnek megfelelő sportpályát tudunk, sportolási lehetőséget tudunk biztosítani mindenkinek, aki hozzánk jön. És hát ugye az előző kérdésre visszatérve, nyilván előrébb szeretnénk lépni. Nem az a kérdés, hogy elsők leszünk, másodikak, harmadikak, negyedikek vagy ötödikek. Én azt szeretném, hogyha ide úgy jönnének a csapatok, az ellenfelek, hogy ez egy igazi katlan, ahonnan nem egyszerű elvinni még akár egy pontot, se győzni meg. A hazai veretlenségetek is ezt igazolja. Így van, ez már ebben a szezonban is megvolt, most még azért volt néhány döntetlenünk itthon, de azt gondolom, hogy az egy nagyon, nagyon komoly előny lesz nekünk, vagy erő lesz, hogyha ezt el tudjuk érni. Többen erősödnek ebben a bajnokságban. Halljuk a híreket. A Veszprém megye egybe fog indulni. Mai hír talán a Pápa is, de ezt nem tudjuk, ugye úgy számoltuk, hogy NB3-ban. Tehát a csapatok is erősödnek, a környező csapatok. Úgyhogy egy nagyon komoly és kemény küzdelem lesz. Én azt várom a következő évben. Ha mi mindig mondom a játékosok meg Sipinek is, hogyha több pontot szerzünk, mint az előző bajnokságban, akkor előrébb léptünk. Ez egy mérés. Nem az a kérdés, hogy mi most lehet, hogy jövőre 8-ak leszünk mondjuk 41 ponttal, az nem előrelépés. Lehet, hogy 5-ek leszünk 41 ponttal, ha 48 pontnál többet fogunk szerezni, akkor teljesen rendben. Vagy a 46 pontnál többet fogunk szerezni, akkor teljesen rendben leszünk a következő. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a futballtól elvonatkoztatva, hogy jót tesz mind a focinak, mind a szakosztálynak, hogy bővül a létesítmény. Egy kicsit talán túl sok Berény, mint városrész is kezdi megtalálni a régió magát. Lehet-e újra a városrész relatíve központja, újra a focipálya és környék, hogy megjelenjenek ott a sporttól független rendezvények is akár? Hát a sportolási központja mindenképpen, ugye a tósoki öreg fiúkkal azért heti rendszerességgel játszunk mérkőzéseket lent a pályán, és hát természetesen van két olyan rendezvény, ami hát ott kerül megrendezésre, az egyik a Tóberfest, a másik pedig ugye a Kolbásztörtő Fesztivál, amit ugyanaz idén nem tudtunk ott megrendezni, mert éppen építkezés folyt, de ez a létesítmény alkalmat adhat arra, igen, hogy ilyen nagyobb rendezvényeket ott megrendezünk. Kétségtelen, hogy nem a központban van, hanem egy kicsit kijebb van, de hát talán épp ezért alkalmas arra, hogy egy kicsit szabadabban lehet ott rendezvényeket szervezni. Köszönöm, hogy eljöttetek. Akkor nem tudok mást kívánni, több pontot jövőre, és sok pénzt a fejlesztésekhez, mert azt gondolom viszi. Sok sikert, még egyszer köszönöm, szervusztok! Köszönjük szépen!